Kedves nézőink, szombaton az Ajka Rendeki Művelődési Házba mutatta be a Ladikos című kötetét dr. Szatmári László. Most ide kalauzoljuk el önöket. Hányadik verses kötete a Ladikos? Mikor adták ki, és hány példányban jelent meg? Ez a második kötet, illetve az első kötetnek a második bővített kiadása. Az első kötet az 1995-ben jelent meg, ez pedig tavaly. 200 példányban, az első kötet az 500 példányban jelent meg. Említette, hogy jótékony célra kívánja fordítani a bevételt. Hogy áll jelenleg az árusítás? Úgy néz ki, hogy talán még 10 vagy 15 darab maradt ebből a 200-ból. Mikor kezdett el verset írni az állatorvosi munkája mellett, és hány verset írt idáig? Hát, hogy hányat, ezt nem tudom megmondani. Igazából már általános iskolás koromban írtam verset. Úgy kezdődött, hogy hatodikos voltam, amikor egy fogalmazás feladatot kaptunk, és akkor én a fogalmazást egy versben írtam meg. Sajnos ez nem egyezett a magyar tanárnőmnek a nézeteivel. Egy nagy súlyos egyest adott rá, fel volt háborodva, és attól kezdve írom a verseket. Azután egy másik magyar tanárt kaptam általános iskolában, aki tulajdonképpen megtanított a versnek az elemzésére, az egész, nem csak engem, az egész osztályt. És hogy mi a magyar irodalom, és hogy mi a magyar irodalomnak a jelentősége, ezt ennek az általános iskolai tanárnak köszönhetem. Azóta írok verseket, neki is elküldtem, ő sajnos tavaly már meghalt. Ön felszentelt diakónus, a Ladikos cím a bibliai ihletésű, hogy mindannyian az élet vizén átevezünk? Igen, természetesen. Ugye a Szentírásban úgy szerepel, hogy mindig a túlsó partra igyekszünk. Ez a túlsó part nem más, mint a mennyország. És ez egy komoly, kemény küzdelem, amikor a nehézségeket le kell győzni, és Isten segítségével eljutunk oda. Hittel könnyebb túl lenni a nehézségeken, ugye? Sokkal, sokkal könnyebb. Nem is értik az emberek a keresztényeket kívülállónak. Talán úgy tűnik, minthogyha mazohisták lennénk, minthogyha szeretnénk a szenvedést. Egyáltalán nem szeretjük, csak tudjuk, hogy mi az értelme a szenvedésnek. Hogy annak megváltó értéke van, és így mindjárt másképp veszi az ember a fájdalmat. Az irodalom, a költészet mennyivel teszi szebbé a mindennapjainkat? Az ember sokkal több, mint a 80 kiló és a meghatározott év. Az ember sokkal több, mint egy tárgy, aki hasznot hajt, akit tárgyként tekintenek. Az ember az Istennek a képmása. Az irodalom is minden más művészeti ág, az Isten képiségünknek a megjelenése. Mert minden szép, amit az ember közel érez a tökéleteshez. Így gondolom én a gondolatokat is. Verseinek gondolom az első számú bírálója, egy értékelője a családja. Hány gyereke, illetve unokája van? 3 gyermekem van, és 5 unoka a 3 gyermektől, illetve 2-től. Mert a legidősebb ő hegedül az Operett Színház zenekarában, ott van 2 unokánk. A középső gyermekünk ciszterci szerzetes Érden, a legkisebb ő a fiú, ő pedig Veszprémben él, és erdész diplomával rendelkezik, őtőle 3 unokánk van. A verseknek a bírálatát kérdezte, igazából nem nagyon mondom el nekik a verseket. Ebben a kötetben is ugye újabbak jelentek meg az előzőhöz képest, és ők nem is tudtak róla, miután megkapták az ajándék példányt, utána mondták, hogy hát papa, ezt is te írtad. Úgyhogy nem bírálnak. Igazából én magam sem bírálom, megírom,
és aztán vagy a szemétkosárba köt ki, vagy pedig egyszer egy ilyen könyvben. Valamelyik gyermek vagy unoka folytatja a költészetet? A költészetet nem folytatják. A művészetet azt igen, ugye, aki hegedül, de költészetet nem. De nagyon szeretik.